Szia halacska! Úristen, de menő van egy saját halacskám. Nézzétek is, ott van benne az ilyen vízi növények, ott van neki kettő darab ilyen moháskő, meg alga, vagy nem tudom az mi akar az lenni, az ilyen vízi növény. Jó napot, nem egy hallal beszélgetek. Elnézést, jó napot, uram! Úristen, maga egy katona? Katona? Hát nem tudom. Katona. Akkor maga a miniszterelnök? Nem. Én egy ingatlanos vagyok. Érdekli esetleg egy jobb ingatlan? Látom, jó napot kívánok! Ingatlan. Jó napot kívánok! Érdekli esetleg magát az én ingatlanom? Nagyon szép, most tisztítottam le az egészet. Nem igazán, viszont én adnék, mutatnék magának valami jobbat. Jajjön, kövessen. Tényleg? Kapok egy ingatlant ingyen, de jó? Nem, de ingyen. Ja. Ingyen már semmit sem ad meg, tudja. Ja, jó, persze, igen, gondoltam. Ho-ho-ho, srácok! Szeretnétek velem, Szabival vagy Husival karácsonyozni? Akkor csekkedök fel a patreon.hu-ra, ugyanis bekerültek a vadonatúj nagyon-nagyon menő karácsonyi mintás termékeink, illetve lehet ugye plüssöket is rendelni belőlünk. Szóval srácok, siessetek, ugyanis már nem sokára karácsony, és ha ilyen menő ajándékot akartok, akkor bizony sietnek kell, ugyanis lehet, hogy nem sokára el fognak fogyni. Szóval patreon.hu, vagy pedig a leírás megtaláljátok a linket, csekkoljátok le most! Hú, nem tudhatja meg, hogy csóró vagyok. Hogy mondta? Semmi, csóró, de csóró vagyok, én tudom, ismeri ezt a zenét, nem? Jó, tudom, szeretem, na. Na. Jöjjön akkor ide be. Jó. Várjál, már ki is lír, vagy... tulajdonos, bocsánat. Őt is Daninak hívták, milyen meglepő. Igen, elég érdekes. Maga szerint is a Dani a legjobb név a világom? Nem. Na, nézzek körbe, ez a ház, ez itt a tenger aljáról kőből hozták fel a legjobb minőségben. Nézze meg, kvarcból Jézusom! Várjon! Alga íze van! Igen, azért ne nyalogassam, egy kicsit sós. Igen, szóval itt van kettő darab tévé, mert hát egyre ez túl drága lett volna, ezért tettünk két olcsóban. Ez ilyen 3D, és hogyha közel megyek, akkor mind a kettőt látom, és akkor egy-egy szemre jut egy-egy tévé, és akkor kiég a szemem. Pontosan. Itt a fűtés van, látja, itt már van itt egy gép, amit használ nyugodtan. Már be is léptek a YouTube csatornámra. Jaj, szekrény, hűtő, nem tudom, itt meg igazából van itt még egy kis bővítés, ez nem régen. Úristen, várjon, figyeljet, uram! Uram, nézze! Haha, belöktem! Ja. Uhuhu! Tetszik akkor? Uhuhu! Aha, tetszik! Na, akkor jöjjön ki! Itt még le tudja tesztelni az ágyat is, jó nagy francia ágy van itt sok mindenre elég, ugye? Itt önmagának meg még két másik személynek is van a hely, ha játszani akarnak. Na jó, oké, hol lehet fizetni? Hát igazából ez a... Itt jó, kérem, lehet. Uram, kérem, üljünk le ide a kanapére és beszéljük meg. Na, szóval, tudok önnek ajánlani 1500 forintot, ami most itt van nálam készpénzbe, és később, ha jól viselkedik, ha is, hogyha meg leszek elégedve a házzal, akkor még 750 forint a magáé lesz, amivel kis tartozik nekem még a sztékek miatt. Ó, nagyon szeretem az ilyen munkamestereket, mint maga. Na, szóval, térjünk a lényegre. Tehát ez az ingatlan itt 70 millió forint. Mi? Na, akkor itt is lenne a papír, akkor Dani, PGT Dani nevére írta a papír. Várjon, uram, van egy sokkal jobb ötletem. Mi lenne, hogyha van igazából kettő nagyon jó barátom, akikkel nagyon jóba vagyok, és nagyon szeretjük egymást. Igen, felvegyük az ő nevükre a hitelt, és akkor úgy jó lesz? Nem, ők a szolgáim, tudja, ők az én szolgáim, a ja, Szabi és a Kis. Aha, és én odaadnám magának őket, az ön szolgái lennének. Aha, értem. Hát, tudja, nekem ez megfelel. Na! Akkor az én szolgáim innentől, akkor itt igen, írja igen, a papírt, igen, és jó, papírt. Rendben, oké, várjon, hogy is van Szabinak az aláírása. Így, Kisnek egy mancs lenyomat, megrajzolom. Így jó lesz, oké. Parancsoljon! Na jó, szuper, jó, akkor további jó életet itt az új lakásában, mert a szolgáimért. Viszlát! Srácok, kaptam egy vadonatúj házat, és sem más nem kell csak igazából csinálnom, csak odaadom nekik igazából Kist és Szabit. Nem, mindegy, igazából úgyis meg fogják majd nekem bocsátani, majd úgyis valahogy visszajönnek, vagy valami. Nem, vagy nem tudják meg sohasem, hogy igazából elköltöztem. Lehet nem kéne igazából nekik szólni, mert ez mégiscsak az én házam, nem akarom, hogy ők is beköltözzenek ide. Tudja, akkor el fogják kezdeni zenni, hogy ők is ide akarnak jönni. Jó, oké, akkor igazából titokba kell, hogy tartsuk, hogy mi ide költöztünk. És ja, nem jöhetnek rá. Jól van, ez lesz a legjobb terv.
Srácok, képzeljétek el, van egy nagyon menő karácsonyi meglepetésünk nektek, ugyanis december 2-án a fórumban Debrecenben 15 órakor pontosan lesz egy ingyenes rendezvényünk, ahol találkozhattok velünk. Szabi énekelni fog, illetve lesz egy pár színpadi programunk, szóval, hogyha debreceni vagy, mindenképpen csekkolj oda, ugyanis ott lesz már reggel 9-től este 9-ig a boltunk, és lesz dedikálás is, illetve találkozhattok velünk akár egész nap. Szóval, srácok, remélem mindenki oda jön 15 órára a fórumba, aki debreceni nyilván, és ott fogunk találkozni velem, Kissel és Szabival, szóval gyertek, srácok, mi várunk! Akkor azt írja, hogy ez lesz az egyik csicskának a háza. Na, minek kopogok? Mondom, hogy mi lesz, most szépen jössz velem. Igen, jössz velem. Miért, te mi vagy, te valami marketinges, vagy csak szimplán egy csövesbe öltözve öltönybe? Most gyere. Mi a szart csinálsz? Gyere velem! Engedj már el! Gyere! Mi a szart? Ember! Hallod, tényleg nagyon szájban lesz rúgva, de komolyan mondom neked! Jól van, maradj el! De mit képzelsz magadról? Hallod, meg lettél réve, most fogd be a pofádat, aztán kész! Pofázol nekem? Hát ha komolyan mondom, a nyakkentőbe foglak megfojtani, gyerek! Jó, most már az én tulajdonom. Na gyerünk, játsszuk le, gyere, vigyél le! Nézzük, melyik sikátorba szeretnéd, hogy beverjem a pofádat! Jó, maradjál már! Nani! Kaptam egy e-mailt! Igen, szia Szabi! Szia! Az van benne, hogy valami csicskának kell lennem. Gondolom, ez valami újfajta becenév, és akkor érted? Na, megyek csicskának lenni. Jó, oké, persze. Biztos, hogy menjek? Szerinted ez milyen játék? Hát mindenképpen menned kell, Szabi, ez sajnos szerződés köt téged hozzá, szóval nem tudsz mit csinálni. Szerződés? Igen, az olyan, mint hogyha valakinek megígérsz valamit, tudod. Az olyan, mint ami vésé, és csak dés. Igen, pontosan, na figyelj, a lényeg az annyi, hogy igazából csak menj el oda, amit írtak címet, menj oda és mondd azt neki, hogy Dani küldött. Dani? De hát te vagy Dani! Hát igen, én vagyok és én küldtelek, hogy menj oda. De hát nem te írtad az e-mailt. Hát nem, de én mondom, hogy menj oda. De várjál már, akkor mi az a vésés? Na jó, Szabi, csak menj a címre, jó? Jó. Szia! Na, jól van srácok, ez igazából fura el lett intézve. Sőt, egyszer igazából még enyém lett az egész város. Úristen, de nagyon menő. Na jól van, menjünk istenem vissza a házunkba, most már senki nem fog igazából érdeklődni, hogy vajon ez hogy is történt. És végre van egy nagyon menő új házunk. Fus kis, fus! Gyere! Hát ez Dani miatt volt, de ő küldött ide, és a bácsi azt mondta, hogy húzzam le a nadrágom, és azt mondta, hogy pisíjék ide, én meg nem akartam, és megokiltam. Kis. Segíts! Én nekem nem tudok sajnos segíteni. De igen, Dani miatt volt, szóval most szét kell szivatnunk igazából a palit. Mit gondol ez? Kinek képzelei ez magát? Hát komolyan mondom, nézd Szabi! Várjál, most én küldelek téged, jó? Most jól látod? Hát úgy, hogy Dani küldött, csak én jóból küldelek. Figyeld, szeretni fogod szerintem. Nézd, várjál. Várjál, jobb ötletem van, nem is ezzel küldelek. Ezt figyeld, nézd. Ez itt egy Grim Reaper, 4x-es rakétavető. Ó, de jó! És annyi a dolgod, hogy amennyiben meglátod Danit, akkor igazából csak megfogod és meghúzod a ravaszt rajta. Jó, de amíg azt mondta Dani, hogy amikor hogy ha velem vagy, akkor mivel nem szoktál visszamenni Fücóra meg ilyenek, ezért tegyek el a pórás, szóval gyere! Te téged... Gyere! Szabi, hallod? Gyere! Csak gyere! Ahogyha az állatokat így beizéled, bepórázozod, akkor az unikornisok meg fognak halni, azt mondták. Nem baj, Dani azt mondta, hogy téged meg kell védenem. Oké, akkor az unikornisok is így fognak viselkedni, sajnálom. Na jó, be kell menni, várjál Szabi, várjál. Gyere, minden küzdő, kifejlődj! Ez itt a titkos szolgálat! Halló! Szerintem nincs itt. Hogy látom, szerintem se, na jó. Nem hagyhatjuk ezt annyiba, Szabi. Gyere, meg kell találni. Mit csinálsz? Megnézem a padláson, de itt is üres. Üres? Nézd! Mi van? Semmi, gyere, nézzünk körbe, hátra valahol itt van. Ott egy másik ház, várjál. Hol? Ez micsoda? Hát itt van egy pár ház. Ott! Ott van. Látod? Látod, mire gondolok? Ott van bent, láttam, ott sétált el! Akkor várjál, Szabi! Várjál, el kell venni ezt a szettet, ez nem ilyen túl feltűnő. Tudod... Formáció! Oké, várjál! Mi a láva?
Hát Fire and Water Girl. Ez a legfeltűnőbb dolog, amit tudsz lenni. Fire Boy and Water Girl. Tudod? Ah! Alakulj már valami mását a gyökér, ahol lábával nem tudsz bújni sehol. De mivé? Vagy víz, vagy levél, mit tudom én, ami akarsz, leszarom. Jó, várj, ez jó? Jó, de hogyha téged talál meg, azt... Na várj, van egy jobb ötletem, Jó, akkor most én leszek. Tia! Elsen rossz. Na jó, annól rendeltem karácsonyra egy ilyen lójelmezt. Csak kiderült, hogy nem felfújható, hanem belebújható. Na mindegy. Sibidubi, túp, táp, turip, táp, túp. Istenem, nagyon-nagyon milyen menők ezek a tévék, de komolyan, főleg, hogy kettő van. Csak nem tudom ezt így használni, igazából egyszerre, úgyhogy így fekszek, meg ilyenek. Na mindegy, menjünk igazából, nem tudom, vegyünk ki valamit a hűtőből szerintem. Üres a hűtő. Mi az Isten? Valami megcsapott. Jézusom, ez nagyon para volt. Na mindegy, menjünk egy kicsit szerintem gémelni. Be lehet kapcsolni a számítógépet, és akkor így világít. Szergébi, mi az? Mi robban itt össze-vissza? Ezt ti is halljátok? Nagyon fura. Jézusom, na jó. Nem tudom mi van igazából, szerintem leülök ide így kártyázni egy kicsikét. Szóval van egy jokerem. Van egy ászom. Nem, négy ászom van meg joker. Hát akkor ez royal flush. Akkor nyertem. Hát akkor fixen nyertem szerintem. Ez semmi nem tudja überelni. Na jó, ezt hallottátok? Olyan volt, mint hogyha valaki azt mondta volna, hogy idióta vagyok. Csak így nem tudom, nem én, hanem ő, aki mondta. Na jó, nem tudom, ez nagyon fura volt. Na jó, menjünk. Mi az Isten ez? Mi ez? Meg valami láncszűrész hang volt. Jézusom, shotgun hang. Na jó, egyre parább itt lakni ebbe a házba. Lehet, hogy ez egy ilyen kísértet járt a ház? Amúgy simán benne van. De nem tudom. Mi az Isten? Eltűnt a jacuzzim. Na, jó van, komolyan mondom, mindjárt felhívom itt a tulajdonost. Nagyon-nagyon idegestenek engem. Mi történik itt, srácok? Mi az Isten ez? Ebben mindenhol levél. Jézusom. Aj, ezt komolyan mondom, nem hiszem, meg csak fura színű itt a fal. Miért ilyen sötétkék itt a fal? Jézus Istenem. Na jól van, nem tudom tényleg mi történik itt, de... Tudjátok mit? Felmegyek inkább a padlásra, ott csak nem lesz semmi gond. Jó, oké. Itt vagyunk fent, itt biztos nem... Mi az Isten? Mi az Isten? Kiütődött a tető, full random. Na jó, kezd ez nagyon-nagyon para lenni. Úristen. Srácok, én ezt mivel érdemeltem ki? Semmi rosszat nem csináltam. Mi az Isten ez a kék blokk itt? Mi? Rám dobott egy gránátot. Halló? Én vagyok az ingatlanhoz tartozó robot. Asszisztens. Kis, nekem nagyon szorít ez a jelmez! Nem lehetne levenni? Bevág nagyon a seggembe! Áj, kis! Azt mondod, inkognitó! Hello, akkor te kis a robot vagy? Nem. Felmértük az előző adataidat, és azt láttuk, hogy van egy házi állatod, kis. Így elneveztük a robotasszisztensedet kisnek, de nyugodtan hívhatsz Aurának, ugyanis én vagyok az Aura V8-as mesterséges intelligencia modell. Ha bármivel rendelkezésre állhatok, akkor nyugodtan mondd el! Tök menő ez a robot, sokkal menőbb, mint kis. Na jól van, gyere velem, kis. Figyelj, csinálj nekem reggelit. Nem lehet reggelit csinálni, nincsen meg hozzá a megfelelő felszerelés. Na jó, akkor vegyél ki nekem egy pohár vizet. A hűtőből. Nincsen hűtő. Na jó, akkor Léci, be tudnád vetni a ágyat, mindjárt akarok aludni. Nincs. Te nagyon kretén robot vagy, de komolyan mondom, kirakott téged össze? Nincs rajtad valami gyártószám, várjál. Mi az Isten ez? Ott volt valami cipzár rajtad. Nem. Jó, mindegy, eléggé furcsa robotok vannak itt manapság. Na jó, már robot, mindegy... Segíthetek esetleg neked egy koktéllal? Ne, inkább csak kapcsolj ki, jó? Egy koktéllal. Nem kérek koktélt. Egy koktéllal. Na jó, hozz akkor egy koktélt. Mi a szar ez? Mi ez? Poison? Ez nem méreg? Én nem. Tudok angolul. Nyom. Ja, nagyon finom volt. Kérsz egy kicsit? Van. Jó, oké. Te se vagy nagyon százas robot, ahogy látom. Na jó van. Programozás elrontva, önnek semmisítés következik. Hát jó, de akkor magadat, ne engem. Házat. Hát, te
tesó! Azonnal jöjjön be a házba! Nem megyek be a házba! Akkor meghal! De miért kell ilyen idióta robotoknak létezziük? Na, nyugodj már le! Befele! Imád, tesó, nem úgy gondoltam, na! Befele! Jó, figyelj, tessék, bejövök így az ablakon, már úgyis mindegy igazából. Oda a sarokba! Na, jó van. De mi bajod van? Nem oda! És miért van ilyen kises hangod? Oda! Ja, oda. Jó van. Szia! Légy színe, leskelődj! Na, igen, mondjad, mit szeretnél? De húzz már innen, biztos nem vetsz be! De! Szia! Sayonara, viszlát! Na jó, figyelj már, robot, én nem adtam neked erre engedélyt, jó? Elég kis, nem volt szép, hogy megöltél! Hogy képzelted ezt? Nem ez volt megbeszélve! Na jó, leszarom! Na, Dani, szóval beszélgetünk! Te na. Mit képzelsz magadra, hogy eladsz minket adós rabszolgának, miközben Magyarországon 1853 óta, az úrbéri pátens óta nincsen jobbágy! Kis, jobbágy felszabítás volt, és tudod, hogy kis, minek az alapján fénykisni Istvánnak a hitel nevű alkotmánya, mi kis. Alkotása miatt, és te most megszegted ezt a szabályt, és ezzel megszegted Magyarországot, figyelj, szóval kis, te most meghalsz! Kis, nyugodj már le, na figyelj, én csak kölcsönatlak teget neki, azt mondta, nincsenek barátja, és oda mondtam, hogy lehet a barátok. Tudod mit? Van egy jó ötletem. Mi? Hogy mi lenne az a jó, hogy így ne haragudjunk rád. Ne csináljátok már, srácok, azt hittem, tudom, hogy barátok vagyunk. Kis, tudom mi legyen. A jelmezben nem tudom, de valaki belepisílt, és Daninak ki kéne mosni, amelyet visszavisszük a kölcsönzőhöz. Vagy felveszi. Na jó, leszek a csicskátok, mit szóltok? Oké, de várjál, előtte még mivel, ha már úgyis onnan elszöktük, hozzunk neked egy ajándékot onnan a táborban. Na, mit kapok? Ajde. A jelmezem! Igen? Addig megkapod a húgyas jelmezt. Jó, legyétek, mi az Isten? Hogy mi? Lebegtem egy másodpercig. Nem tudom, hogy... Na, mi jele? Csuk veszünk. Igen? Na, szembe csuk. Igen? Mi az, kis? Kis, ne csinálj már! Áú! Béna! Most szóval kell egy börtönbe lennem? Nem már. Srácok! Na, és most enyém az új ingatlan. Szabter örködött Danit. És várjál, van egy még jobb ötletem. Így ezt felfüggesszük és alá... Ajaj. Na, jó, még jobb. Na. De, srácok! Elkezdjük megsütni, Danit! Srácok! Ugyanis kell a kaja! Srácok, figyeljetek már! De csak poén volt! Na, hogy poén volt! Megyek az új ingatlanomba! Srácok! Srácok!